Nagyon szépen köszönjük. Három gyermeket nevel a Klénik család Kétyen. Szerény körülmények között él az öttagú család. A fiúk másfél, 6 és 8 évesek. A család 2 éve költözött Kétyre, azóta igyekeztek beilleszkedni a falu közösségi életébe. A család fenntartó és a gyerekek örömmel fogadták a Magyar Vöröskereszt adományát. Klénik Tamás azt mondja, a bab és kukorica konzervekből valószínűleg csilis bab készül majd. Nagyon örülünk neki, nagy segítség. 550 darab konzervet osztanak szét a településen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei a település önkormányzatával közösen. A Szociális Bizottságnak az volt most a véleménye, hogy minden olyan család, ahol gyermeket nevelnek, azok részesüljenek ebből az adományból. A helyi Szociális Bizottság nagy figyelmet fordít a településen élők segítésére. A mostani adományok kiosztásánál is több szempontot vettek figyelembe, mondja a bizottság elnöke. Úgy találjuk igazságosnak, mivel nem látunk bele a vírushelyzet miatt kialakult családok pénztárcájába, hogyha kisebb léptékbe is, de segítünk azokon is, akiknél egy gyermeket nevelnek, esetleg 2 vagy 3, és a konzerveket is megpróbáltuk így elosztani. Kétyen a mostani felajánlásnak köszönhetően közel 60 család részesül élelmiszeradományból.